Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik velem vannak. Ficsor Zoltán, azaz Fifika, a Dóci Géniusz. És Pichó Krisztián. Na, sok minden történt az elmúlt héten is, de kicsit most vegyük lájtosabbra a figurát. Rögtön haladjunk a messzi távolból közel felé, és kezdjük mondjuk a kanadai EU miniszterrel, vagy EU miniszterrel, bocsánat, akihez 12 szakértő nyílt levelet írt. Igen. Bővebben. Bővebben. Krisztián, mint a botrány szekció vezetője, kérjük, fejtse ki álláspontját emelevél kapcsán. Egy nagyon szép és szívhez szóló levelet küldött Jacques Lehouzé és 12 kollégája, vagy 11 másik kollégája, orvosok, tudósok, kutatók vegyesen Európából és Amerikából, a kanadai egészségügyi miniszternek, amiben azt szorgalmazzák, hogy engedélyezzék a Kanadában a nikotinos elektromos cigaretta forgalmazást, és egy egészen érdemes elolvasni, angolul van a levél, aki el tudja olvasni, mert egy nagyon intelligens és nagyon átfogó érvelést vonultat föl, és alapvetően arra hegyezi ki a témát, hogy a statisztikai adatok arra engednek következtetni, hogy a nikotin abszien, nem fogom tudni kimondani, tehát a nikotin abstinenciára épülő megelőzés és leszoktatás vitorlájából igencsak kifogyott mostanra a szél, és hogy a számok nagyon-nagyon azt mutatják, hogy nincs hova tovább. És ezzel szemben ugye az e-cigaretták kapcsán berobbant új érkezőként az angol harm reduction, ami a károkozás csökkentése magyarul. Hogy hívják ezt normálisan magyarul? Rizikócsökkentés. Ja, igen, tehát a rizikócsökkentés mellett érvelnek, hogy föl kellene tudnia ismerni a döntéshozóknak és a témában szakértőknek azt, hogy ez egy igenis vitális új lehetőség arra, hogy a dohányzás áldozatainak a számát drasztikusan csökkentsék. Én végigolvastam a levelet, és ugye egyrészt a szokásos évrendszert szedték szépen egy csokorba, és eszembe jutott, hogy ilyenkor a döntéshozók azok borzasztó nyomás alatt vannak. Ugye egyrészt a dohánygyárak, az állami bevételek a dohánytermékekből, de nyilvánvalóan valamilyen egészségpolitikát kell, hogy kövessenek, és ezt a nem is tudom, aljas háromszöget, ezt nagyon nehéz egyensúlyban tartani. Nyilvánvalóan nem fogják tudni. Hát én folyamatosan azt szoktam mondani, hogy itt az e-cigaretta igazán nagy robbanása akkor fog bekövetkezni, amikor majd a dohánygyárak részben vagy nagy részben átállnak az e-cigaretta gyártásra. Igen, mert az ő lobby erejük megvan ahhoz, hogy átverjék a döntéshozókon ezeket az engedélyeket, illetve hát jó szokás szerint nyilván az iparági lobby és a zsebek tömésének hatékonysága a nagyságrendekkel nagyobb lesz, mint most. Igen, ez fölborítaná az egyensúlyt. Kérdés persze, hogy ami jó a dohánygyáraknak, az jó-e a vapereknek. Hát nem annyi, biztos, hogy ugyanabba az irányba. Annyi biztos, hogy jó, legalábbis amit én olvastam itt ebben a nyílt levélben, ott ugye az utolsó bekezdésben írják, hogy ők is azt szeretnék, hogyha megfelelően lenne szabályozva a történet, és a fogyasztók védelmében történne mindez, kitérve arra, hogy a kiskorúaknak nem értékesítünk, viszont
ők is azt mondják, hogy a túlzott szabályozás az lehet, hogy itt is az ellenkezőjét fogja kiváltani, illetve nem a megfelelő irányba fog vezetni, mert nehéz így kommunikálni a termékeknek a kockázat csökkentő szerepét, illetve hogy mit lehet elérni vele, hogyha abszolút tiltva van. Az, hogyha a piacra engedik az elektronikus cigarettát, illetve magát a nikotinos termékeket, és ezzel azt tudatosítják, mint ahogy itt is írják, hogy helyettesítheti a dohányosoknak a nikotinbevitel formáját, akkor ezzel a döntéssel sok-sok millió dollárt meg lehetne spórolni az egészségügyi kiadásokból. És ez szerintem tök pozitívan közelíti meg a dolgot ezzel a hozzáállással. Ugye nem az szajkózza, mint az összes többi, pró vagy kontra, hogy ez káros, vagy ez nem káros, vagy ezért káros, vagy ezért nem káros, hanem ő azt mondja, hogy az egészségügyben tudnánk leredukálni sok-sok-sok millió, akármilyen pénznemben kifejezhető összeggel a kiadásokat. Amit Azért végül is mi teszünk be, mikor a fizetésünk adózott részét megkapjuk, és az adótartalomban benne van ugye az EU-s társadalom biztosítás is, és hiába nem vagy 30 évig, még csak náthás sem, a többi embernek az egészségbiztosítása is ezekből van fedezve, vagy a munkanélkülinek is, vagy annak a brazilnak, aki nem dolgozott még életében, csak almát lopott a szomszéd kertjéből. Több ember halt meg a környezetemben tüdőrákban, erős dohányosok egyébként. Én ezekkel az egészségügyi kiadás című dolgokkal olyankor szoktam azért egy icipicit, tényleg nem nagyon, és ez lehet, hogy ez ilyen rosszáízű dolog a részemről. De azért szoktam ezekkel vitába szállni, mert egy alkoholista és egy dohányos egészségügyi ellátásának költségei köszönő viszonyban nincsenek egymással. Mindez mellett az alkoholt mondjuk nem tiltottuk be, vagy az alkoholpótlókat sem tiltottuk be erre való hivatkozással, és mondjuk nem tettünk zugibóvá senkit ebben az országban, Mert milyen sőt. alkoholpótlóra gondolsz? Hát most így a mikor, ja, hát jó, végül is nem alkoholpótló, akkor mondjuk olyan, mint hogyha a desztillált vízbe tiszta alkoholt tenni, mert nagyjából Ja, azt hittem, hogy tehát ilyen analógiáját Ja akartam nem, azt inkább hittem, hogy ezek a börtönben előállított, erjesztett alkoholpótlók, mondom, milyen irányú nem, tehát hogy képzet. köszönő viszonyban nincsenek egymással az egészségügyi ellátás költségei. Egy tüdőrákos az 3 hónap alatt eltávozik ebből a világból, aránylag alacsony kezelési költségek mellett, még egy időt alkoholistát évekig pátyolgat a rendszer, és óriási költségekkel merülnek fel a kezelése kapcsán. Úgyhogy nekem ez mindig ilyen hülyén hangzik. Hát csak nem szabad szerintem itt a. Tehát ne álljunk meg ott, hogy tüdőrák, mert mást is okoz. Tehát azért, mert mondjuk te dohányzol, fogékonyabb vagy egyéb betegségekre is, és nem kell csak a rákot kiemelni. Tehát nem csak a legrosszabb esetre kell felkészülni, Hát rengeteg hanem szövődménye van, igen. hát nem is csak a szövődmény, hát gondolj bele, hogy azért, mert te dohányzol, esetleg az immunrendszered legyengül, ezért mondjuk, mikor jön az influenza szezon, te könnyebben megbetegedsz, kiesel a termelésből, ergo pénzt sem keresel, plusz táppénzt is kapsz, plusz a gyógyszerre is költesz, tehát azért nem, mikor vannak ezek a nagy influenza szezonok, talán egy éve vagy 2 éve hallgattam a rádióban munkába menet, hogy mi pénzkiesés ez a termelésben, csak a termelésben, a mindenféle egyéb ellátáson kívül. Az, hogy te a te munkahelyed mondjuk nem tud azért
termelni, mert a termelő sorról mondjuk kiesett a 10-ből 6 ember. A gépek leállnak, nem termelnek, egészen odáig elmehetünk, hogy és akkor nem termelnek mondjuk exportra, nincsen bevétel, és a többi, és a többi, és a többi. Engem ezzel nem tudsz meghatni, mert én vállalkozóként egy napot nem vagyok táppénzen, tehát gyakorlatilag lábon kell kihordanom mindent. Ez se jó, te is Hát tudod. nem, De csak mondom, hogy de tehát ez nem ilyen fekete-fehér, hogy aki nem a dohányzik, fe, az tüdőrák bocsáss és meg, hamar meghal. nem a fekete-fehérségbe akartam belemenni, hanem hogy amikor látsz egy statisztikát, és az alkoholistákat valamiért kíméli a rendszer. A dohányosok azok a legszemetebbek, azok borzasztó sokba kerülnek a költségvetésbe. Miközben én 20 éve az egészségügyben dolgozom, és tudom, hogy pontosan nincs igazuk. Érted? Na, és ezekhez képest még ezzel is lehetne spórolni. Olyan, milyen jó könnyed témát találtunk. Ja, most ebbe Könnyed beleáll. té... Figyelj, Krisztián, jut eszembe, neked mi a betöltött szereped az FV-ben? Nekem mi a betöltött szerepem az FB-ben? Igen. Kérlek szépen, én vagyok a... Na, ez most egy nagyon jó kérdés. Én vagyok a kapcsolattartó, hivatalosan én vagyok a kapcsolattartó az Európa Bizottsággal. Tehát akkor Én képviselem az EU felé az te FV-t. vagy a Head of FV, Igen. ennek a fasiszta, Weber ellenes zsaroló szervezetnek? Ennek, igen, És ennek. most itt finoman átkötöttem, és én voltam a troll, hogy ezt kihozzam belőled, de ilyeneket is hallunk most már, és ez már akkor egy új téma. Kicsit közelebb jöttünk is hazánkhoz, mert hogy botrány van Angliában. Már nincs, hál' Istennek, már nincs, de a múlt hétvégén egészen érdekes fejlemények voltak alakuló félben a Szigetországban. Igen. Ez az egész történet igazából semmi egyebet nem bizonyít, mint hogy a trollok mindenhol megélnek. Arról volt szó, hogy nyáron szervezik Angliában a Vapefest nevezetű eseményt, és az egyik EFI szervező, aki amúgy is ment volna, föltette a szervezőknek a kérdést, hogy meg lehetne oldani, hogy kapjon egy kis sarkot egy asztallal az EFI néhány képviselője, hogy kint a Vapefesten akkor aláírásokat gyűjtögessenek, szórólapozzanak, meg ilyesmi. A szervezők ezt elutasították arra hivatkozva, hogy mindennemű politikai szerveződést kizárnak az eseményről, úgyhogy így az EFI-t is. Ami aztán persze nyilvánvalóan miután kikeveredett a vaperek közé, ez kinek tetszett, kinek nem tetszett, és néhány vaper erőteljesen negatív véleményének adott hangot ez ügybe, hogy ugyan mitől lenne ez az egész politikai, és ugyan miért ne lenne keresni valója egy Vapefesten egy ilyen fajsúlyú, ilyen célokkal rendelkező megmozdulásnak. És több se kellett természetesen, a másik oldal azonnal elkezdett hőzöngeni, hogy akkor ezt mégis hogy gondolják, és miért erőszakoskodunk. Igazán semmiféle erőszakoskodás nem történt. Néhányan sarkos véleményüknek adtak hangot, hogy szólni kéne a boltosoknak, hogy akkor bojkottálják, hogyha ez ilyen a hozzáállásuk, stb. És persze nyilvánvalóan a szóbeszéd halad, és mire a harmadik embernél jártunk, akkor már az volt, hogy az FBI hivatalosan fenyegeti a szervezőket, hogy bojkottáltatni fogja az eseményt a boltokkal. És amit el tudtok képzelni, minden volt, ott már olyan kommentek is érkeztek, hogy föl kellene minket jelenteni a rendőrségen zsarolásért. Tehát egy kicsit így a valóságon átsúszott egy ilyen alternatív hagymázas képzelgésbe a történet, de aztán hál' Istennek még a hétvégén sikerült elejét venni, és az angol EFI szervezők megbeszélték a történetet a Vapefest szervezőivel, és konklúzióra jutottak, úgyhogy de na, nagyon nagyon fájdalmas és nagyon érdekes volt egyben nézni, hogy mikre ragadtatják el fél pillanat leforgásokat a trollok a csatornán túl is. És akkor lesz asztalotok? A legutolsó állapotok szerint igen, lesz. Pozitív. Nem kell elköszönni tőlük. Mint, megint Mint? egy finom átkötés, mint például, Egyre jobban megyek. mint például Szócskának és Hoffmann Rózsának. Igen, igen, Hoffmann igen. Rózsát parkolóra tehetjük a téma szempontjából szerintem, mert
azon kívül, hogy megemlítik őt is a nol.hu cikkében, Szócska, aki érdekesebb lehet számunkra. És nem tudom, olvastátok-e, ugye itt azt hirdette meg vezetőnk, hogy amennyiben a Fidesz-KDNP győz április 6-án, ő most nézem, április 6-án, hát ez egy pillanatok alatt itt lesz, akkor... Születésnapon csak megkapunk. Nehogy adásnapon legyen. Hát ha adásnapon lesz, akkor berekeztjük a szavazást, és vagy tovább tartatjuk nyitva a bódékat. Szóval azt mondják, hogy kizárólag a legszükségesebb poszton lesz változás, és ahogy én kivettem itt a leírásból, vagy a cikkből, itt ugye azt mondják, hogy azt fogják favorizálni, hogy a közigazgatásban mondjuk azok a helyek, amiket idáig szakértők töltöttek be, azokat képviselőkkel töltenék föl. Ami most nem tudom, hogy nekünk jó lesz-e vagy sem, de az biztos, hogy inog a szék a már említett emberek alatt. Én ezt most nem tudnám eldönteni igazából, mert hát láthatjuk, hogy milyen eredményeket hoz az, hogyha úgynevezett szakértők vannak a megfelelő posztokon, tehát ehhez képest jóformán hát már akár képzeld, később lehetne. Még eddig ez volt, ezután mi lesz? Ajajaj, de igen, végül is a lényeg, hogy Szócska Miklós, hogy most önszántából vagy a körülmények áldozataként visszakényszerül, illetve vagy visszatávozik az akadémiai életbe, aminek az akadémiai élet bizonyára már bontja a pezsgőt előre. De minden esetre nekünk Szócska Miklóstól, mint egészségügyi államtitkártól el kell búcsúznunk. Nekem annyi jutott még ezzel kapcsolatban eszembe, hogy egy annyira kedves gesztus lenne tőle, hogy most már kiátszotta magát itt az elmúlt 2 évben, itt a nikotin környéken, hogyha esetleg így a vérebeket visszahívná utolsó néhány... Na, ez most majd valaki kérlek. Utolsó néhány tevékenysége keretében a kis vérebeit visszahívná és visszacsinálná ezt az elmebeteg szörnyűséget, ami a nikotinos utántöltők kapcsán van itthon, az egy annyira kedves gesztus lenne, és szerintem biztos, hogy későbbiekben kevesebbet csuklana a katedrán, ami az akadémiai életben annyira nem hátrány. Hát stílszerűen majd adni kell neki 10x10 milli termékmintát, megmondjuk neki, hogy megnyerte azzal, hogy távozik. Köszönjük, hogy itt volt, előbb is mehetett volna. Bye-bye, Szócska. Jaj. Na, de vannak nekünk sok-sok-sok-sok vidám témáink is, vagy van nekünk vidám témánk is, és... Jaj, a kedvencem. Melyik? A kedvencem, az MLM cigaretta. Hát ez yes, nagyon jó. Pepi. Ez nagyon jó, erről van egy csomó anyagom. Ez nagyon jó. Tehát... Aki esetleg nem lett volna képben, és nem kapott volna levelet, az van, hogy... Én nem kaptam sértvését. Nem kaptál? Nem. Hát... Nem számít az még. Nem vagy benne a mainstreambe szerintem. Az van, hogy jött egy cég, és küldött egy sablonlevelet sok-sok embernek, szerintem egyébként a fórumról vették az e-mail címeket, aki volt olyan botor, hogy nem tette privátta ezeket, és a következő levelet küldte, kivonatosan csak a lényeg. Egy most induló, ilyen formában Magyarországon egyedülállóan elektromos cigarettával és a dohányzás káros hatásait enyhítő kiegészítőkkel foglalkozó céghez keresünk e-cigi témában jártos csapatot. Az e-cigi fórumról tudom, hogy aktív véper vagy, jártas a témában. A kérdésem az lenne,
hogy érdekel-e egy ilyen lehetőség, amiben első körben azt tudom ajánlani, hogy az e-cigire költött pénzedet vissza tudod keresni minden hónapban, kötetlenül, minimális időráfordítással. Vigyázat! Vízgőzös üdvözlettel! Név és cím a szerkesztőségben. Ugye, mint tudjuk, a víz az nem a tüdőbe való. Tehát nem vagyunk mi halak. Nem vagyunk mi halak. Például a hal tudja félrenyelni a vizet. Vagy csuklik-e a hal. Tehát vannak ilyen érdekes dolgok. De hetekkel ezelőtt kerestek meg. Ajaj. Ez már ilyen méregetés lesz engem két héttel ezelőtt. Hát nem két, megmondom neked, konkrétan február 24-én kaptam ezt az engem e-mailt. Engem február 23-án. Jó, hogy az e-mail. Jó, tehát jelentkezzen, akit február 22-én kerestek meg. Kerestek meg, mint az Egyesület elnökét. Nyilván akkor még nem tudták, hogy még akkor a bíróság nem hagyta jóvá a cserét, de azóta már igen, és mint az e-cigi használatot támogatók egymás közt keresett meg engem, és a dohányos kontra e-cigaretta helyzet, hát ezt most mondom, hogy nem dohányos kontra e-cigaretta helyzet van ebben az országban, tehát jó lenne előbb körülnézni az országban, aztán írogatni ilyen leveleket. És hát nyilvánvalóan itt is a vége az a pénzkeresés hegyezésére megy ki, és még közben egy jó célt is szolgálnánk. Charlie, mond most a te részed, amikor utána néztél a kapcsolatoknak? Először mondom, mert megnyitottam, főoldal, ez valami bullshit generátorral lett készítve, tehát the freedom is yours. A lábléc, a 21. század üzlete, trend és egészség. És itt nem tudtam rájönni, ezt föl fogom szó szerint olvasni. Timing. A gazdaság és az üzleti világ folyamatosan változik. A vállalatunk olyan trendekre épít, melyek nem csak követik, hanem megteremtik azokat a hullámokat, amiket mások csak a távolból figyelhetnek. Nem tudom, érzitek-e? Igen, ez a keféltünk a valósággal. Na, mehetünk tovább. Ami engem megfogott, én ilyenkor, mikor kéretlen reklámlevelet kapok, mindig megnézem a weboldalt, és aztán legörgetek az aljára, mert a tetején sose látom. Csak karriert, meg mindenféle olyan oldalról szerzett képeket, ahol gyönyörű nők és férfiak öltönyben kacarásznak egymással, és itt mutatják be, hogy ez mennyire menő csapat, meg egy kupac virágot fognak virágfölddel a kezükben, mert ők összefognak. Szóval azt mondja, hogy ha, ez új, várjál, Child Foundation program, hű, van itt minden, mint a búcsúba. Tehát azt mondja, kapcsolat. Jaj, majdnem kimondtam a cég nevét, nem mondom, csak annyit, hogy a cégnév után az van, hogy SRO. Bratislava, Szlovák Republik, infokukac, akármi.com. Amitől lever a víz, a 10 perc alatt regisztrálható .com-os domén, ezekkel a szar sablonos, 1000 forintért, 10 000-ért megvett sablonokkal, és nem nagyítottam még bele a térképbe, de most megteszem. Szerintem ez valami nyüves ipartelep. Nem. Ó, bocsánat, nem, ez egy panelház sor. Hát akkor ez mindent elárult. Valakinek volt ráérő fél órája, és csinált egy weboldalt, és ezt a szlovák címre bejegyzett cégével akarja az adóforintokat megkerülve MLM rendszerben építeni. Tehát piramis vép. Innen üzenem nektek a cégnév kimondása nélkül, hogy köpök én rátok. Ami a legszebb, hogy ez a all-in van. Tehát mindent. Az elektromos cigaretta az csak egy rész. Egyébként írdatlan áron, tehát ilyen 20
4-25 ezer forintért, kapsz egy 900 milliamperes akkumulátort, töltött már nem, csak egy USB kábelt hozzá, és egy BCC Clearomizer van a tetején, de mindez iszonyúan megdizájnolva, és hát ez aztán a minőség csúcsa, tehát ez mindent tud, ez olyan íze, olyan gőze, vízgőze van, ugye, tehát ez eltér a hagyományos elektromos cigarettáktól, mert ez egy gőzgép gyakorlatilag, Károly és Stevenson már nem él. ez mellett még árulhatsz luteint, Q-enzimet, likopint, bétakarotint, algamint, artisokát, K2 vitamint, amit csak szeretnél. Én nem Szemránc regisztrálom. De krémet, várjál már, műanyag te dobozt. ezt hogy látod? Mert én Hát a ott... termékeink... Várjál! Várjál! Aha, jó, mert én a webshopba akartam menni, de süttyó módon csak úgy tudom megtekinteni, a regisztrálok, de nem fogom én ezt megtenni. Nem, nem, Jajjaj, nem, jajjaj, nem, várjál! nem kell Hú, regisztrálni. újabb varázsszavak. Ez neked tetszeni fog. Ha a sejt súlyosabb károsodást szenved például genomális szinten. Hűha, hűha, kezdek szédülni. Hű, az egyedi sejt maximálisan védi a rendszert, és önmagát is képes feláldozni a rendszer védelmében. Hát, Ez segítek, már ez ez a fehér vértest. fehér vértestvér. Na szóval... Tehát ez egy komplett online játék idáig, Szerintem és aki ide belép, az nem csak hogy örök élet, de még gazdag is lesz. Vagy nem? muszáj vagy nem. hozzátennem, hogy a fehér vértest az fehér vérsejt Bocsánat, igazából igen, ellentétben a kevertem, vörös mert vértesttel, mert van igen, neki vörös sejt az magja. egyik test, másik sejt. Igen. Na, hát ennyire megzavarnak itt Mi minden ránk nem ragadt az a iskolában. szabadság a tekezetben van, karrier előadásaink, de most elvicceljük a témát, de De ez nem egy hülyeség igazából, ha belegondoltok. Attól függ, hogy milyen vaper vagy, mert nekem annyira a havi fogyasztásomat, hogyha ez visszahozná, az annyira nem nagyon érint engem. De képzeljétek el, Claire volt az eredeti módjaival. Ha ők garantálni tudják, hogy visszakeresi mindent, havonta, akkor rászabadul a világ összes portáljára, és hegyekben érkezik hozzá, és aztán benyújtja a számlát hónap végén. Hát ez kabaré. Tehát itt ilyen csomagok vannak egyébként, és azt ilyen 20, 24 vagy 26 ezer forint az induló, és akkor így mehetsz ilyen Várjál, várjál, 80 ezer várjál, forintos. szédülök, szédülök, kimagasló extra és végtelen bináris bónusz. Végtelen bináris bónusz, még egyszer. Gyönyörűen alliterál. Chuck Norris jelvénytől elszámolt a végtelenig, de Kétszer. kétszer. Jaj, édes Istenem, borogassa Szűz Mária az égben, hát mi ez? Na. De a végtelen bináris bónusz, hát a bínárisról ugye annyit kell tudni, hogy vagy van, vagy nincs. Vagy lehet, hogy a végtelen bináris nulla, tudod, egyből meg nullából áll, és végtelen nulla. Szerintem a Quantum Liquid-nél így befejezhetjük ezt. Jó, hol kell jelentkezni? Budapest. Cím a szerkesztőség. Tehát aki nem kapott ebből, annak cím a szerkesztőségnek. Jaj. Csodálatos. Édes Istenem. Ú, Istenem. Na de azért térjünk vissza a komolyabbik részéhez, tehát azért fú, de az ilyet karóra, már majdnem mondtam egy nemi szervet, hogy mire tudnám húzni, de inkább csak karóra, hogy fájjon is, ne csak jó legyen neki, kéne húzni, hogy egy publikus fórumból kigyűjtögeti a címeket, elküldözgeti az embereknek, megértem, hogy valahogy meg kell, vagy meg akar élni, de valami gusztustalan hányinger ez a... De egy mondatot hagyj idézzek, mert tehát komolyan, tehát így repes a szívem, tehát hogy sajnálattal figyeltük meg, hogy a magyar piacot ellepték a távol-keleti silány minőségű elektromos cigaretták és utántöltő folyadékok. Hát én mondjuk nem tudom, tehát szegény Duda, meg Oszi miket árul, tehát borzasztó.
Hát az az egyik, hogy borzasztó, az Hogy a... bírnak ezzel együtt élni? Hogy bírnak ezzel együtt élni? Az a másik, hogy én Vagy már... az evapor, tehát nem is értem. Én már Mi az, hogy a silány kezdeményeztem. minőséget? Igaza Jó, van, és teljesen hamis, igaza van. téves kommunikációval a vásárlók felé forgalmazzák őket mindmáig. Teljesen igaza van, én már kezdeményeztem bementem a Victor Hugo utcába, és kértem, hogy a komplett Shenzheni, meg a nem tudom én milyen doméneket Kínából az árurendelési oldalakat tiltsák le a picsába. Ennyi. És Ne akkor... a rúterről távol keletet. Ennyi. Ők bojkottálnak minket, nem lehet googlizni náluk normálisan, mi meg nem vagyunk kíváncsiak a silány kínai szarjaikra, de egyébként ez a cég ez nem tudja az igazat, hogy ami kínai az, vagy ami nem kínai, az hamisítvány. Az megnézném a termékeiket, hogy abból mennyi készült mondjuk EU-s logóval. Mindegy. Igen, valószínűleg rengeteg 900 millió per órás egótestet gyártanak Kínán kívül. Igen. Szinte az összeset. Legalább, Istenem. Legalábbis, amit ők árulnak. De akkor én most szembe megyek az árral, és rögtön mondok egy olyat, ami újdonság és kínai, és mégis jó lehet valakinek valamire. A Vapor Joe találtuk, a Smoke Omni Tester, ami idáig ugye, aki modot használt, vagy olyan készüléket, ami mondjuk egy fémcsőből áll csak és semmi elektronikából, az vagy egy multiméterrel felszerelkezett, vagy egy ilyen kis Kínából rendelt dobozzal megmérte a tekerésének, vagy a kazánjának az ellenállását. Most itt a Vapor Joe-n, te dobtad be, pont Fifika, jó pofa kis kütyű, ahogy nézegettük itt, ezen már két csatlakozó van, és egy kapcsoló is, meg USB kábel, azt nem nagyon bogaráztam át, hogy az miért kell hozzá, lehet, hogy nincsen belső tápellátása. Azt tudja fixen, amit az eddigi dobozok is, hogy 5-10-es csatlakozóval rátekered, megméred az ellenállását, amivel viszont többet tud, hogy erre mindenki rá tudja tekerni a módját is. Legyen az mondjuk egy kis ego aksi, amin semmi kijelző nincs, és megmondja, hogy mondjuk mennyi neked éppen a cella feszültséged. Amivel viszont ez még ilyen szempontból még többet tud, hogy azt is meg tudod tenni, hogy rátekered az aksidat is, és rátekered a kazánodat is. És hogyha ezt a kettőt te egyszerre rátekered, akkor gyakorlatilag van neked egy, hát ezért mondom, hogy egy picit fölösleges a történet, mert olyan, hát mint, olyan mint egy tankométer. Igen. Így van. Tehát akinek nincs tankométere, annak legyen mondjuk ilyenje. Jó pofa dolog, meg tudod nézni, amivel viszont többet tud, mint a tankométer, mindjárt visszatérek rá. Tehát meg tudod nézni, hogy mondjuk miért térdel, így idézőjelek között apostrofálva, miért térdel az aksid mondjuk azzal a kazánnal, ami jó pofa benne, hogy a kis kapcsolót átváltod, és mondjuk, hogyha neked watt üzemmódban van egy olyan modod, amivel hajtod a kazánodat, akkor neked ott real time kiírja az ohm törvényeket figyelembe véve és alkalmazva, hogy adott kazán ellenállás és a te beállított teljesítmény értéked, illetve hát így mondom akkor, hogy a beállított teljesítményérték az milyen feszültséget hajt ki magából, az aksiból, hogy azon a wattértéken hajtsa meg a kazánt. Amit viszont nem tudok hova tenni, az a Z-Max. A Z-Max, már csak, hát igen, mert azt mondja, hogy 5-10 csatlakozó, és a többi tartalmazza azt, hogy ez tud PWM-et is mérni. Na most ezt nem tudom, hogy... Azért egy ilyet, hogyha beszerzünk, arra kíváncsiak leszünk. Hogy mérünk PWM-et, mert ugye a tankométer is mit csinál? Kapar, mint malac a jégen, és villog, mert hát a PWM-et hogy méred meg, mikor van egy állandó feszültséged, és azt 30x watt-tal megszaggatod. Watt-tal, bocsánat, herccel.
Herzl megszaggatott. Na mindegy, hát ha valakinél lesz ilyen, akkor legyen már szíves, vegye fel velem a kapcsolatot, aztán csinálnék 15 róla. dollár, ez még nagyon fontos hozzátennünk, hogy 15 dollár, nem tehát egy malacára na, ez nem a annyi, mint készlet. mondjuk egy tankométer. Igen. Zárója bezárva. De minden esetre a név kötelez, tehát nem valami no-name gyártó, a Smogtek csinálja. Biztos gondolkoztak rajta sokat, hogy milyen piacirés lehet még. Nem hülyeség egyébként annak, aki olyan készüléket használ, amin nincs kijelző, és egy egóján meg akarja tudni, hogy hirtelen mennyi van még benne. Szerintem tök jó ötlet egyébként. És hogyha ezt így kiveséztük, akkor szerintetek mi jön, ami mostanában jön, és az én nagy kedvencem, és ti leköptetek szinte érte Nem. virtuálisan? Szerinted mi jön, amit kihagytál? Mi? Igen. Hát a 24K Gold Zenkó provári. Megindult a vérrög a szívem felé. Hát fiúkák, hát hogyha valaki olyan modot akar, ami annyira menő, hogy azt már fokozni se lehet, az vesz egy provárit. De aki a fokozhatatlant is fokozni akarja, hát akkor az olyan bevonattal veszi meg, ami még a titánnál is keményebb felületet eredményez, és fölmegy a provépnek az oldalára, és hogy néztük, valami 40 vagy 50 dollárral... 40 vagy 50 dollárral drágább csak, drágább, mint a hagyományos, mint a hagyományos. De ez gyakorlatilag egy karc álló bevonat. Úgy néz ki, mint egy 24 karátos arany, és szóval valami döbbenet jó lehet. Akit kielégít a provári önmagában. Jaj, éreztem most ezt most a lesajnálást, hogy igen, aki igen, kielégít a tehát provári. Aki még megelégszik egy egyébként nagyon jó bevált elektronikájú provárival, annak bizonyára, hogy jobb választás ez a Zenkót provári, mint a hagyományos. És hozzátenném egyébként, hogy a provári ugyan az elektronikát nem nagyon újítgatja meg, de most jönnek majd színátmenetes provárik Jaj, is. Ne, tehát a Zenkót provári mellett. Én nagy Walking Dead fan vagyok, meg egyébként úgy mindenféle sorozat junkie. Tehát a Walking Dead-es provári az mindenképpen a polcomon lenne, ha akarnám, de hát ezek a színátmenes borzadályok, meg úgy egyébként a színezettek is, tehát én pont azért mondom, mert nekem van, és én vigyázok rá, a barátomnak is van, és ő nem vigyáz rá, és látom, hogy hogy néz ki. Tehát nem ezzel megy mondjuk kapálni, meg kertetásni, de azért egy év alatt bőven meglátszik, hogy milyen színű a fém a festék alatt. Ezzel a Zenkót provárival biztos, hogy jó, hát ez se izéből van, sérthetetlen anyagból, de gyakorlatilag ők azt állítják, azt mondják, hogy biztosan jobban fogja bírni a kiképzést, mint a társai. És szerintem ezt is támasztja alá, hogy egyébként out of stockban van a provép oldalán, tehát az összeset bármikor, bármennyit meg tudsz venni, ebből azért várni kell a sorodra. És mondjuk szerintem a coolság faktora is nagyon menő, tehát amikor így megcsillan a nyári napfényben a Margit szigeten. De is mondja, te sokább, az valami gyögyörű. Jaj, de szép az a rézmot, hát még ha tudnád, hogy arany. Arany, jaj, drága testvérem. Szóval... Na de hát jön egy olyan mod, ami viszont tényleg aranyárban fog jönni. Dehogy aranyárban, dehogy aranyárban. Most próbálsz akkor, megint akkor, lehúzni. Akkor ezüst. Akkor ezüst. Ezüst. Igen, ott van a Typhoon szeme. És végre van technikai specifikáció is. Jövő hét hétfő kedre ígérte a hazai forgalmazó, hogy megérkezik hozzá, és már is megszabadul annyitól, amennyit szeretnék. Nagy fejes ugrás ez az ismeretlenbe, de ahogy ő mondta, mégis nagyon sokan kaptak az alkalmon, és viccesen mondom csak, hogy volt már belőle családi botrány, de itt a
Google Hangouton azért lehetett hallani a háttérből beordibáló nőket, hogy akár ez válási indok is lehet, hogyha még egy ilyen szarral hazaállítasz, de bevállalják a fiúk, úgyhogy innen csókoltatjuk őket. Ami viszont érdekes, és nem szeretném túlzottan kivesézni, mert hát azért valamit a videó ismertetőre is kell hagyni, de vannak olyan funkciók, amikkel még mi nem találkozhattunk idáig, mert ugye saját fejlesztésű elektronikával jön ki a Typhoon, és ilyen saját fejlesztés például a kibekapcsoló gomb, nem, az eddig is megvolt, hanem hogy például azokon a szokásos feature-ökön kívül, amit már idáig N plusz egyszer láthattunk az ilyen varivoltos készülékeknél és varivattos készülékeknél, azért kibővülnek variamper például. Nem ragozom tovább, másfél és 5 amper között lehet szabályozni a történetet, tehát fix áramerősségre. És ami nekem nagyon tetszik, az a hot start funkció. Mert milliószor érzi azt az ember, hogyha sokáig pihen az eszköze, vagy ha olyan környezetben van, hogy hideg van körülötte, vagy egyébként is olyan ellenállással dolgozik, akkor érzi, hogy nyomni kell, és amit tudjátok, ami régen volt a videókban, hogy nyomjuk, várunk egy másodpercet, és szívjuk, elengedjük a gombot, és még egy picit szívjuk, hogy a kondenz eltávozzon. Itt egy picit elébe mentek a történetnek, tehát ez a hot starta nagyon faszányosul, meg lehet azt csinálni, hogy a kimeneti energiát, azt egy pillanatra 150%, tehát mint egy ilyen boostot ad neki. És akkor itt be tudod állítani, hogy ezt kikapcsolod, fél másodperc, vagy 0,8 másodpercet. Minden egyes izzításnál egy pici lökést ad a tekerésre, ezáltal hamarabb felfűtve és elérve az üzemi hőfokot. Aztán természetesen, ahogy ez letelt ez a fél másodperc mondjuk, visszaáll az eredetileg beállított értékre, de ugye azt érdemes szem előtt tartani, hogy a cellánkat is terheljük ezzel, tehát azt is figyeljük, hogy mit rakunk bele, és nem feltétlenül tesz jót ez az aksinak. Nem gondolnám azt, hogy ez egyébként most ezért két hetenként kell majd akkumulátort cserélni, de szerintem ez egy kurva jó funkció. A másik pedig, hogy attól függően, ugye, hogy hát nem minden aksi ugyanolyan, megveszünk egy nevesebb aksit, megveszünk egy gyengébb aksit, mindegyiknek van, és akkor itt ilyen kis színes rovatban egy kis ismétlés, mindegyik aksinak van egy, hogy van szépen magyarul ez a cut-off? Hát egy olyan esős feszültsége, ameddig igen, tehát ez, lehet használni. Igen, tehát ez az a feszültség, ami alá, hogyha mondjuk merítési határ. Igen, tehát hogyha ez alá merítjük mondjuk egy csőmódban a történetet, akkor jó eséllyel vagy nem hozzuk onnan vissza, vagy tönkretesszük az aksinkat. Itt viszont be tudjuk neki állítani, ha olyan helyről vesszük az aksit, hogy meg tudjuk nézni, mert mindegyik aksinak van egy adattáblája, és ott megvan ez az érték is. És ezt be tudjuk állítani neki, ez alá nem fog menni. Viszont maximálisan ki tudjuk így használni az akkumulátorunkat, a lehetőségeket, és illetve be tudjuk külön állítani, van neki egy riasztási küszöbérték is, és ha én tudom, hogy mondjuk az én aksim csak 2,8-ig mehet le, akkor a cutoff értéket az beállítom mondjuk 2,9-re, vagy 3-ra, a riasztást meg beállítom mondjuk 3,2-re, és akkor 3,2-nél elkezd szépen villogni, és tudom, hogy mindjárt itt a vége. Nem úgy, mint a Provárinál mondjuk, hogy 3,5-3,6-nál, de volt majd 3,7-nél is villog nekem, mint a bolond. És csak idegesít, hogy francér villogsz nekem, mikor még van az aksiban kapacitás. Tehát ezeket úgy kiemelném, mint ismeretlen és hasznos funkciókat, a többit meg majd a videó alatt, amit majd jövő héten vagy
Igen, valamikor jövő hét vége felé Ugye az összedobunk elektronikája valamit. az egyedi fejlesztés, tehát én többször elmondtam, most is elmondom, nekem a forma terv az nem a szívem csücske, de az elektronikája az egyedi fejlesztés, és ez meg is látszik, hogy kifejezetten a vaperek igényeihez igazították magát az elektronikát, illetve azt, amit tud, több körben mér, és több mindent, tehát akár a terhelési esést is képes folyamatosan mérni, illetve kompenzálni. Tehát ez nem egy DNA 20 vagy egy DNA 30-as elektronika, bizonyos Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.